Májusfát is állítottak idén pünköstkor a Sóstói Múzeum faluban. Május 1-től látogathatják védettségi igazolvánnyal a rendezvényeket a skanzenben, létszámkorlátozás nélkül. Ezért merül fel az a lehetőség, hogy a szeptemberi Tirpák Fesztivált is ott, és ne a Kossuth téren rendezzék meg, mondta Úrik Attila alpolgármester 35 perc című műsorunkban. A Tirpák Fesztivál, ugye, ami hagyományosan Kossuth téri rendezvény szeptemberben, az most a Múzeumfaluban lesz, kerül megrendezésre, hogyha nem engedik ezt az 500 fős szabályt, de a közintézményben bemehet mindenki, akinek van védettségi igazolványa. Nyilván ez ingyenes rendezvény lesz, majd szeptember 18-án és 19-én. Gondolom, mert jobban lehet kontrollálni. Hát jobban is, igen, jobban lehet kontrollálni. Tehát annak nem semmi értelme nem lenne, hogyha körülkordonoznánk a Kossuth teret, és 500-nál megállnánk, és az összes többi ember, aki szívesen eljönne, az pedig kívül maradna a kordonon, az nem egy egészséges történet, én azt gondolom. Igen, éppen ezért a Múzeumfalut visszük, az 10 hektár, 10 000 embert elbír, bármilyen pandémiás távolságot is kell tartani egymástól, úgyhogy ott a maszkviselés azért nem kötelező, tehát az ember érezheti magát szabadon, hogyha szeretné. Nyíregyháza egyik legismertebb kulturális rendezvénye a Vidor Fesztivál. Ezzel kapcsolatban még végleges döntés nem született, de elképzelhető, hogy a szabadtéri rendezvényeken csak 500 fő vehet részt. Lehetséges, hogy a Vidor Fesztivál alatt, hogyha amennyiben nagy koncertek vannak, meg kell ezt az 500 fős szabályt hozni, és azt a részt, ahol a Vidor van, azt csak engedéllyel beengedni. Tehát a kordont nem véletlenül mondtam az elején. Tehát az egy értelmes dolog lenne a Vidorral kapcsolatban, hogy ne maradjon el úgy, mint tavaly, hogy ezek a programok végigfussanak, tehát ott lehet, hogy lesz egy ilyen szabály. Bár, hogyha meg lenne a 6 millió ember, akkor lehetséges, hogy a kormány ezt is feloldaná, bár nyilván ez csak egy feltételezés. Most a tervek szerint így fogják megoldani, de mindenképpen nagyon készülnek igazgató úrék arra, hogy a tavalyi elmaradás miatt ez most újra megvalósulhasson. Akkor lehet változás a rendezvényekkel kapcsolatban, ha a kormány további enyhítésekről dönt. Napokon belül elérheti az 5,5 millió főt a beoltottak száma, ami után például megszűnik a kötelező maszk használat.